Böjt Kálmán, vasárúbolt, Eger, a színházzal szemben. 36 éve a lakosság szolgáltára. Szívesen üdöm. Tehát olyan, mint az egérfogó, az van nagyobb fajta méretben. De ez nem fogja meg ezt az állatot. Nem tudom. Szerintem nem fogja meg. Nem tudom. Hát ez biztos valamilyen hosszabb állat, tehát ami kicsivel nagyobb, mint az egérfogó, az maximum patkányt megfogja. Igen. Ezt gondolom én. De van neki méreg is esetleg. Patkány. A méreg ezt nem szereti. Nem szereti. Nem szereti. Ki van téve? Méreg nem szereti. Úgyhogy ezt nem eszi meg. Igen. Na, köszönöm a segítséget. Nagyon szívesen. Csókolom, viszlátásra. Egy kis humor is hozzá, meg kell fogni kézzel. Az ottani boltosnak azt mondta az osztályfőnököm, hogy Micu bácsi, kell nekem egy jó tanuló, azt mondja, hogy csak a Böjt Kálmán tudom ajánlani. Úgy kerültem oda. Nem mondom, itt voltam péntek, előtte egy nappal, majd lefettem ott másnap. És sehol nem mondtam máshol. Nagyon finnyás vagy őszintén. És egy rozsdás ilyen kampó volt benne. Hát ott kérdés, hogy jó, csak nekem az a tiéd, az nem, nekem nem boldogság, de nekem viszont de tudom, mennyire vigyázok rá őszintén rá. Miután nagyobb általában 4 óráig. 4 óráig? Jó van ennek, köszönöm szépen. Rendben. Szívesen, sziasztok. 40, 50-es, 60-as évekig használták a ruhás boltokba, ilyennekkel mérték a méter anyagot. Ruha nem működ. Hát még a
Ez is az enyém volt annak idején. 1976. április 27. Kiváló dolgozó, 2000 forint jutalom. 1982. Kiváló dolgozó, 2000 forint jutalom. 25 éves munkaviszony, 3900 forint jutalom. Munkaviszony 1957. augusztus 1-től. Rövidebb helyre kell szólnom valahova, akkor kb. 20 perc múlva jövök. Erre mondják, hogy mikortól számít. Mondom, amikor ide jött. Jöjjek vissza holnap! Mondja kérlek szépen! Zavarok, rossz kori? Nem, zavar, te vagy zavar, nem zavar. Egy fényfűrészt akott kérni. Elég egy darab? Hát 100 forintért, ad kettőt. Adok kérlek szépen. Ne, mit volt, köszönöm, elég az egy. Jó van. Nem kell becsomagolni, köszönöm. Akkor az 70 forint, ezt kérlek szépen. Jó, rendben van. Ne nagyon csomagolsam, mert zsömlét válok fel a ketté. Zsömlét is. Ilyet már egy olyan medője is, akik kifosztabb volt ott a pénzt is, hogy itt. Akkor nincs olyan visszajáró 30 forint. Itt a mellettünk lévő parkásban, hogy be is van kamerázott közvetlenül rendőröknek. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Azt tudják sokan, hogy Kálmán a vasboltos, de én nevét nem tudom mindenkinek. Nekem ez a mindenem. Ez a mindenem. Hazudnak a gyengi betűk a hófehér papíron. És én mégis arra kérem, asszonyom, hogy írja. Írja meg, hogy engem szeret, egyedül csak nem, tehát volt élettárs, ami meghalt. Most megint egy asszonykal vagyunk, tehát szintén mint élettárs, tehát család nincs a részemről. Hát, ez jó kérdés. Úgy vagyok fel, hogy egészségem hál' Istennek bírja, még egy picit még szeretném csinálni, ha minden jól megyen. Majd a végén vagy áldás, vagy lesz neki a sorsa.